1848. március 15-én nem volt forradalom Pesten, illetve nem csak Pesten volt. Hogy is van ez? Ezt próbáljuk kibogozni dr. Szabó József János történésszel. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Ugye ön nagyon sok előadást tartott már, és publikált is ebben a témakörben, ami olyan munkákat mutatott be, amelyek azt próbálták bemutatni, hogy a mitosz mögött mi van. Tehát ugye tudjuk, hogy március 15-ének is egy hatalmas mitosza van, ez egy nagyon fontos mitosz a magyarság történetében. Nem volt forradalom Pesten. Az hogy lehetséges? A mitosz rendkívül fontos dolog, hiszen a mitosz olyan az emberek életében, egy nemzet életében, mint a költészet. De szegények lennénk, hogyha nem lennének verseink, nem lennének regényeink. A történelem meg olyan, mint a matematika, dögunalom. De rendkívül fontos, hiszen szervező eleme az életünknek. Így aztán március 15-ével kapcsolatban is kialakultak a mítoszaink, nem csak a mi mítoszaink. Tehát március 15-e nem csak a magyaroknak adott mítoszt, hiszen a velünk együtt élő népeknek hasonlóan. Ha véletlenül valaki leáll beszélgetni március 15-éről, vagy a tavaszi forradalomról, a bécsi forradalomról elkezd beszélni osztrák fiatalokkal, akkor csillogó szemmel mesélnek egy fiatal emberről, aki megmentette a birodalmat. Ferenc Józsefről, aki viszont nekünk leverte a forradalmunkat, kivégeztette az aradi 13 vértanút, Batthyány Lajost, és hát majd nagyon érdekes módon ő maga is a magyar történelemben mítosszá válik, hiszen az első világháború időszakára már ő lesz a mi kedvenc, joviális Ferenc Józsefünk. De ugyanígy, ha román fiatalokkal beszélgetünk, akkor Avram Jankó, az ő hősük, a mítoszuknak a középpontja ebben a márciusi forradalmakban, márciusi időszakban, hiszen Avram Jankó lándzsásai bizony a császár oldalán védték a román érdekeket. Már amennyire román nemzeti érdekről akkor lehetett beszélni, hiszen ebben a márciusi forradalomban például nem nagyon beszélnek azokról a románokról, akik a magyar forradalom oldalán. Nem azért, mert annyira szerették a magyarokat, hanem teljesen látták, és világos volt számukra az, hogy Románia és a román nemzet polgárosodása, előrejutása egyféleképpen lehetséges, ha eltörölik a jobbágyságot. Márpedig ez nem a császár oldalán zajlott. Tekintsünk át egy-két olyan pontot, amelyet már ismerhetünk ugye az ön korábbi megszólalásaiból. Ugye az egyik ilyen tény, hogy valójában a forradalmat ugye nem március 15-ére tervezték, hanem néhány nappal későbbre. Ennek mi volt az oka például? Az nagyon egyszerű oka volt, Pest ekkor egy ilyen 40 ezres kisváros volt, ráadásul német lakossággal, hiszen itt nyílik meg Magyarországon az első színház, kőszínház, a német színház. Hát ifjúkorunkban mi is fel voltunk háborodva, hogy Pesten német színház nyílt, ahelyett, hogy magyar színház nyílt volna, a magyarok itt többek között, Petőfi is kénytelen volt vándorszínészként jönni-menni, hát persze, mert csak a vidéken élt zömében magyar lakosság, ahol igény lehetett arra, hogy magyar nyelven tartsanak színi előadásokat. Nagyon izgalmas volt ekkor ebben az időben, hogy nem nagyon lehetett itt ekkor magyar nyelven forradalmat csinálni. Hiszen egyrészt a lakosság nem értette a magyar nyelvet, a forradalom csinálók meg nem nagyon beszélték a németet. Ráadásul nem igazán értették így ezeket az elvárásokat, amit a forradalmi ifjak megfogalmaztak, Petőfiék. Így aztán március 19-ére tervezték, éppen ma van az évfordulója, erre tervezték magát a pesti megmozdulást. Ekkor Pestre a környező falvakból bejön a magyar lakosság, mert József napi nagy vásárra mindig nagy csődület jön össze. Na itt már lehet akkor szónokolni, itt föl lehet vetni a jobbágy felszabadítást, itt fel lehet vetni a 12 pontot, el lehet szavalni majd a Petőfinek a nemzeti dalát, így már lehet majd forradalmat csinálni. Igen, ám csak közben történtek olyan események, hogy 13-án Bécsbe kitört a forradalom. Ez másnapra már 14-én már tudott volt Pesten, hogy bizony forradalom van.
És akkor most mi hogy maradjunk le? Ha nem csatlakozunk, akkor a bécsiek egyedül maradnak a birodalmon belül. Milánóban már ugyan van forradalom, és azért akkor az még ide tartozott. És majd a későbbi hadügyminiszter Mészáros Lázár bizony azon ügyködik, nem jó szántából, hanem addig nem engedik haza, amíg le nem veri a milánói forradalmat, így aztán minden további nélkül meg is teszi a kötelességét a huszárezrede élén. De itt viszont Pesten komoly gondot okoz az, hogy Pesten nem nagyon lehet így forradalmat csinálni, egyrészt nincsenek magyarok, de a fiatalok rájönnek, hogy hát az egyetemen mégiscsak vannak. Őket kellene bevonni, az egyetemi ifjúságot. Hát el is indulnak majd az egyetemre, ők most már majd nekünk milyen nagyon nagyszerű dolog lesz. Egy nagyon érdekes dolog, hogy a korabeli résztvevőknek, főszereplőknek a naplói azok megvannak. Történészek el is olvassák. Ezeket mind le is írják. Csak hát ezeket végiglapozgatva, végignézzük, akkor nem alakul ki az a mítosz, ami valós és kitalált elemekből áll, de egy biztos. A mi oldalunkon mindig dicső forradalmárok, heroikusan küzdő hősök, makulátlan jellemű úri emberek vannak, még a másik oldalon minden esetben rablók, banditák, tolvajok, árulók tömegei vesznek részt, és akkor így alakul ki szépen a mítosz. De hát március 15-e nem volt ennyire egyértelmű dolog. Jókainak a naplójából tudjuk azt, hogy hely, írja Jókai, de könnyű volt a franciáknak, mert ott volt a király, el lehetett zavarni, ott volt a kormány, le lehetett mondatni, ott volt az országgyűlés, át lehetett alakítani alkotmányozó nemzetgyűlésre. De Pesten? Hát Pesten se kormány, se király, se parlament, semmi nincsen. Hát aztán így a forradalom alatt, hogyha kicsit komikus is, hogyha nézegetjük, hogy keresik azt a pontot, hogy kit lehetne végül is megszólaltatni, kivel lehetne aláíratni, hivatalosan elfogadtatni a 12 pontot. Mert bizony a parlament az ekkor Pozsonyban működik. A kormány pedig, ugye a magyar kancellária az pedig Bécsben van. Tehát nem nagyon lehet itt most csinálni bármit is, így aztán egyetlen egy dolgunk van, mégpedig azt valakivel alá kellene íratni, meg is találják a pesti polgármestert, Rottenbiller polgármestert, aki minden további nélkül együttműködik a fiatalokkal, együttműködik a tömeggel, nagyon lelkes, hát számára is igen fontos dolog azok a pontok, amelyek le vannak írva, pesti polgárság számára is a 12 pont rendkívül fontos, elsősorban azok a részei, amelyek a polgári átalakulást célozzák. Említette, hogy keresték a lehetőséget, hogy hol lehet elfogadtatni például a 12 pontot. Milyen szerepe volt annak, hogy felmentek ugye a helytartó tanács elé? Volt ennek jelentősége ebben az időben? Feltétlenül volt jelentősége. Ez már Bécsnek szóló dolog volt. Ez most nagyjából olyan, mintha mondjuk a főpolgármesteri hivatalt keresik meg, és onnan akarnak üzenni a kormánynak. Hát ez nem egészen egyszerű dolog, nem, kicsit sántít a hasonlat, de lényeg az, hogy itt nem volt olyan királyi hivatal más. És ekkor már a Nemzeti Múzeum előtt, ugye Irányi Dániel vezetésével átveszik a politikusok az irányítást, ők már tudják, hogy el kellene menni a király helytartójához. Bocsánat, csak hogy tehát a fiatalok kivonulnak, és akkor egyszer csak megjelennek politikusok, akik elkezdenek diszponálni a tömeg fölött, vagy a fiatalok fölött? Persze, természetesen. Ez egy nagyon fontos dolog volt. Mint például március 15-én délután 3 órakor a Nemzeti Múzeumnál nincs ott Petőfi. Tehát nem szavalja a nemzeti dalt, ez már a mítosz teremtésnek a kezdete. Itt kezdődik majd a nemzeti mítosz megteremtése, mert milyen szép lenne, ha Petőfi szavalná onnan a nemzeti dalt, de végül Egressy Gábor szavalja, aminek semmi különös jelentősége. Ilyen szempontból nincs, hogy ki szavalja. Maga a vers, annak van óriási mondani valója, és hát mozdító ereje, tehát mozgató ereje van. És akkor ennek az lesz a végeredménye, hogy ezek a politikusok immáron pontosan tudják, hogy mi történik Pozsonyba.
és összetudják hangolni a pesti forradalmat, amelynek aztán nagyon sokféle ötlete, mozdató rugója van, elsősorban az érzelem viszi őket, és immár nagyon szépen ezt az érzelmet, ezt a lendületet, ami a fiatalokban van, szépen úgy tudják átformálni majd, hogy ez immáron a magyar nemzet követelése lesz, és a pozsonyi fő eseményekkel összetudják hangolni. Nagyon fontos ilyen szempontból. Megérkeznek a helytartó tanácshoz Budára. Ugye Petőfi írja, hogy és akkor a helytartó tanács reszketni méltóztatott. Nem volt semmiféle reszketés, hiszen pontosan tudták, hogy mi a teendőjük. Abban az esetben, ha valami olyan kérése lenne a tömegnek, hogy érinti a trón jelenlegi helyzetét, akkor az természetesen szólnak a helyőrség parancsnokának, Lederer tábornoknak, és akkor szétveri a tömeget. De semmi ilyen nem volt. A trónt nem érintette. A király, az senki nem volt, hogy le akarná valakit taszítani a trónról. A helytartó tanács is igen álmélkodni méltóztatott inkább, mint reszketni, hogy jó, hát ilyen nincsen. Egy olyan követelésük van, ami forradalmi, mégpedig az, hogy engedjék szabadon a politikai státusfoglyokat. Na most hát ezek a politikai státusfoglyok azt jelentették, hogy a politikai nézeteiért voltak bebörtönözve. Hát találtak is kettőt. Az egyiket, Eftime Murgu, ő a bánáti románoknak a szószólója. Végig a magyar szabadságharc oldalán van. A másik pedig Stancsics Mihály. Na hát ez a Stancsics, aztán ugye gyorsan mondja is, hogy és a nagy nap emlékére meg is változtatom a nevemet, és a magyarosabban hangzó Táncsicsra változtatom, mert a nagyobbik fiam egyébként is csak így tudja kiejteni. Na ennek aztán az lett a vége, hogy kiszabadítják Táncsicsot. Viszik Budára, vagy Budáról viszik Pestre. Kifogják a lovakat. A valóság nem kell ott kilófogni lovat, nem is volt az hintó előtt ló, hanem ügyesen elkötötték. És akkor viszik Pestre, a hajóhídon keresztül. Csak elfelejtkeznek Eftime Murguról. Majd két hét múlva jut valakinek eszébe, hogy a szabaduló levéle Murgu neve is szerepel, akkor gyorsan felszületnek Budára, és akkor őt is kiszabadítják szegény. Említette az előbb, hogy a fő események ugye Pozsonyban zajlottak. Ugye most a pesti eseményeket már úgy vázlatosan tárgyaltuk, és van még egy harmadik város, ami fontos ebből a szempontból, Bécs. Hogy kapcsolódik össze ez a három? Tehát hogyan zajlott le valójában? Hol vannak a súlypontok ebben a három városban zajlódó történetben? Nagyon nehéz súlypontot keresni, hiszen mind a háromnak önmagában rendkívüli súlya van. Az első az Pozsony, ahol megfogalmazzák a Kossuth által megfogalmazott és szorgalmazott felirati javaslatot, amely rövidítve, zanzásítva 12 pontban lehet értelmezni, hiszen itt nagyon gyorsan meg lehet érteni, hogy mit is követelnek a felirati javaslatban. Na most abban az időben egy felirati javaslat törvénytervezetet jelent. Ez a törvény, és hogyha aláírja a király a felirati javaslatot, akkor leíratban visszaküldi az országgyűlésnek, és ez azt jelentette, hogy ha ő már ezt leírja, akkor szentesítette. Hát ez egy fantasztikus dolog, aláírja, szentesíti a törvényjavaslatot. Ez történik, hogy egy reprezentatív küldöttség, tehát nem néhány ember viszi, hanem 200 fős reprezentatív küldöttség viszi a magyar felirati javaslatot Bécsbe. Megválasztják, hogy ki vigye. És hát a nádor viszi, aki viszont egy Habsburg. És hát ugye István főherceg, mint Habsburg, megy a magyar forradalom élén, legalábbis a Habsburgok ellen szóló felirati javaslattal, Habsburgok stációja vagy státusza iránti vagy elleni akciót viszi Bécsbe. Na, gyorsan le is beszélik, hogy nem illendő azért neki ezt vinni, tehát ő vigye. Így aztán Kossuth kerül az előtérbe, mindenütt megállítják, minden utcasarkon. A rövidítve németre lefordított felirati javaslatot mindenütt felolvassák. Ezzel még nem is nagyon lenne el, az udvar nem nagyon lenne elképedve rajta. Egyetlen egy gondolat van, amin aztán ugye ők teljesen felháborodnak és megrőkönyödnek. A felirati javaslatban az szerepel, hogy a magyar békedelegáció és a magyar parlament az egész birodalom számára
alkotmányt követel. Tehát ugyanúgy a galiciaiak számára, ugyanúgy a csehek a számára is, és az osztrákok számára is, hát ez már aztán mindenek felett. De nem, a trónt nem mozdítja meg ilyen szempontból, hiszen alkotmányos királyság létrehozása a cél. Mindenhol saját kormány van, mindenhol a belső ügyeket intézik, és a birodalomnak vannak közös ügyei, mint majd 1868 után, 67 után lesz. Nagyon érdekes ekkor, hogy a Bécsben a bécsi forradalom 13-a óta zajlik. 17-én lesz majd magyar kormány, tehát mindent elfogadnak. Két nap óriási ünneplés, éjjel-nappal. A magyarokat mindenütt ünneplik. Ahol megjelennek, mindenütt hangosan zajlik, és ezt a Pest megyei követ írja le, mert ő is részese is, egy hosszú emlékiratában írja le, hogy mi történik itt ekkor, és ez meg is jelent újságcikkben, ez számunkra fontos. Írja le, hogy amerre haladánk, mindenütt óriási éjjelző tömeg követi és Kossuthot és a béke delegációt, és mindenütt hangosan zajlik az Éljen Kossuth und die Ungarn. Mert ugye lefordítva az egész már nagyon hosszú, és nem is hangzana olyan pattogósan, ezért aztán mindenütt az Éljen Kossuth und die Ungarn. Éljen Kossuth és Magyarország. Hát óriási népszerűségünk van a forradalom előtt. És ugye a paradoxona ennek a bécsi forradalomnak, hogy a magyar delegációt azaz Alexander Bach fogadja és viszi végig a városon, aki majd később a belügyminiszter lesz, és Magyarországon a Bach-rendszert nevezik el róla, és bizony ott marad a császár oldalán. Ez azért úgy összeegyeztethető, hiszen már a forradalmak után a Habsburg birodalom önkényuralma már soha nem lesz olyan, mint előtte volt. Tehát ez a három esemény, hogy Pozsonyban megszületik a felirati javaslat, amit azért úgy én mindig hozzá szoktam tenni, olyan, mint egy rabszolga felszabadítás. A földes urak, a rabszolgatartók idézőjelbe felszabadítják a saját jobbágyaikat, rabszolgáikat. Holott lehet, hogy nekik nem is lenne igazán ilyen igényük erre. De ahhoz, hogy a gazdaság fejlődni tudjon, ez Széchenyinek és a reformország gyűlések hosszú sorozatának köszönhetően a politika csinálók és a gazdaságot irányítók számára teljesen világos, hogy az abszolutisztikus rendszerben nem képes működni úgy a gazdaság, mint majd egy polgári rendszerben. Egy kérdés tisztázására van még idő, pedig annyira élvezetes ez a beszélgetés, hogy nagyon sok mindent lehetne még sorolni. Beszéltünk arról, és említette, hogy tulajdonképpen 48 mitosza ugye már a forradalom pillanataiban megszületik, és ez aztán tovább hömpölyök, tovább bontakozik. De mikor született meg az a mitosz, amit ma ismerünk? Tehát ez a népi forradalom, népi Petőfivel, ez hogy alakult ki? Nagyon érdekes a kialakulás folyamata, hiszen megkezdődik már március 15-én, és azokról szóló tudósításokban már szépen színezgetik ezt a nagyon szép képet, ami végül is megjelenik a mi tudatunkban. Ez az, hogy népi és Petőfi hogyan kerül majd igazán Kossuth mellett, hogyan kerül igazán ő előtérben. Ez majd bizony a szocializmus időszakának köszönhető, a Rákosi korban. Hát hogy jön oda egy nemes, egy főnemes, hogy forradalmat csináljon? Hogy jön oda bárki más? Az csak a forradalom lentről. A forradalmat csak a nép, a munkásmozgalom. Hát hogy milyen munkásmozgalom nem nagyon létezett ekkor Magyarországon? Hát akkor a parasztság és az őket vezető, velük egységben lévő értelmiség, lásd márciusi ifjak, azok, akik aztán ezt a forradalmat csinálhatják. Na most ekkor indul útjára ez a mítosznak a népies változata, de végig létezik több vonulata. Ma a könyveinkben, történelem könyveinkben is, általános iskolásokban is általában ez van. Hiszen amikről itt az előbb beszélgettünk, hogyha ezt aprólékosan, részletesen kibontanánk és előadnánk az iskolába, akár általános, akár a középiskolába, hát nem lenne elegendő az a 3-4 óra, ami ma a tananyagban rendelkezésünkre áll. Természetesen, aki elmegy majd egyetemre, és történelem szakos lesz,
hát ő ugyanúgy fogja majd ezeket ismerni és tudni, mint én. Nagyon izgalmas beszélgetés volt, hát akkor őrizzük a mítoszt, és olvasunk minél többet a témakörben. Nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk. Nagyon szívesen, örömmel.